Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak ma az aszcendensben, akkor először megtudhatjuk, hogy milyen népszokások babonák kötődnek az évezen időszakához. Mazák Katalintól ma is kapunk szépségápolási tanácsokat, sőt, ellátogatunk egy speciális sóterápiára. Megtudhatjuk, milyenek is a bakok, illetve mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Tartsanak velem! Most azok figyeljenek, akik kíváncsiak rá, hogy milyenek a bakjegyű emberek, illetve akiket érdekel, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. De ne feledjék, a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Kos, lazítson, most úgyis minden sokkal lassabban megy. Fölösleges ezen bosszankodnia, vegyen vissza a tempóból és pihenjen kicsit. Bika, ha a múltat nézi, bizony nem a megfelelő testtájával megy a jövőbe. Nem lehet már megváltoztatni a múltat, így keseregni is kár rajta. Ikrek, sokkal többre lehetett volna képes, ha tényleg a teendőire koncentrál. Most kicsit lassítja a haladását, és ráadásul saját magának is problémákat okoz ezzel. Rák, tegye vagy ne tegye, de ne próbálja. Ön is jól ismeri ezt a mondást. Szóval döntsön, lépjen! Oroszlán, sokszor lesz az elkövetkezendő hetekben nosztalgikus hangulatban. A szép emlékek tanúi életünknek, de ne élje bele magát nagyon. Szűz, most vagy soha. Olyan pontra érkezett, hogy muszáj gyökeres változásoknak történnie, különben nem sok jóra számíthat. Mérleg. Vennie kellene néhány új ruhát, cipőt vagy olyasmiket, amikre vágyik. Nagyon szüksége lenne, hogy apró örömök vidítsák föl. Skorpió. Az élet szép, de nem leányálom. Mindig kell kicsit lapátolnia, hogy up-to-date legyen. Viszont mindig meg is van a siker. Nyilas. Már mindenki látja, mindenki mondja, sőt, ön is tudja, csak nem akarja. Nyilván azért nem változtat, mert még nem elég rossz. Ráadásul, ha sokáig szöszöl, akkor elveszíti a fényt a kiúthoz. Bak, aki egyszerre akar úszni is, meg szárazon maradni is, előbb-utóbb rájön, hogy ez nem a legegyszerűbb dolog, sőt, fárasztó is. Vízöntő, nem könnyű önnel az élet mostanában. Érdemes lenne olykor önkritikát is gyakorolnia, és felvállalni a tetteiért a felelősséget. Halak, sok olyan ajándékot kapott mostanában az élettől, amiről már nem is álmodott. Ne elégedetlenkedjen hát apróságok miatt. A bakról azt mondják, hogy pessimista, szomorú, magának való. Nem így van. Először is van egy olyan fanyar humoruk, amit nagyon külön lehet értékelni. A bak törtető típus. Mindenért keményen meg kell dolgoznia, és ezt meg is teszi. Fölvállalja, mindenért keményen meg is dolgozik. Fontos számára a karrier, de nem úgy, mint az oroszlánnak, hogy ki vagyok én, nem úgy, mint a kosnak, hogy addig törtet, még azt vesz észre, hogy ő az első. Nem. Úgyhogy ő neki az a létbiztosság. A jövőjét igyekszik a bak, az öregkorát, ha tetszik, ilyen módon biztosítani, úgyhogy ha vezető, inkább háttérbe húzódó szürke eminenciásként jelenik meg. Dr. Pár István, ahogy már tőle megszokhattuk, segít nekünk eligazodni a népszokások babonák világában. Most megtudjuk, hogy ehhez az időszakhoz milyen babonák, népszokások kötődnek, illetve mi az, amire oda kell figyelnünk. Elérkeztünk az év talán legszebb időszakához. Milyen babonák, népszokások vannak, amikre feltétlenül figyelnünk kell? A legutóbbi adás során egészen december közepéig jutottunk el, és itt szorosan kapcsolódik a téma a december közepe előtti időszakhoz, mégpedig a lucanaphoz, aminek az az érdekessége többek között, hogy egy áthúzódó időszakról van szó, nevezetesen lucaszékéről, amit azért érdemes megemlítenünk, mert minden
vallás, tehát minden keresztény vallás ismeri Magyarországon, tehát nem lehet azt mondani, hogy most a reformátusok csinálták, vagy a katolikusok csinálták, bár ha úgy veszük, hogy az éjféli miséről misébe torkollik az egész történet, akkor inkább katolikus népszokásról van szó. Ennek jelentősége az, hogy lucanaptól Karácsony Viliájáig készítették a lucaszéket, minden nap csináltak rajta valamit. Aki még cifrázni is akarta a helyzetet, akkor az 12 féle fából készítette a lucaszéket, de olyan stabilra kellett csinálnia, hogyha az éjféli misére valaki ezt elvitte, és rá akart ülni, vagy rá akart állni, vigyázni kellett rá, hogy össze ne törjön. És miért van ennek jelentősége, és mi is az a lucaszéke? A lucaszékének az a jelentősége, hogy aki ezen ült vagy állt az éjféli misén, akkor megláthatta, hogy kik a faluban a boszorkányok, vagy a településen a boszorkányok, mert azok általában szarvat hordtak, ki volt díszítve a fejük, és itt a sámanizmusra lehet visszakövetkeztetni, hiszen a sámánok is ilyen fejfedőben jártak, és nagy szarvuk miatt sokszor csak így félrefordított fejjel fértek be a templom ajtón. Természetes, hogy a boszorkányok mindig észrevették azt, aki kileste a titkukat, és ezért meg akarták ölni a delikvenst, akinek szednie kellett a lábát hazafelé, hogy hazaérjen, mielőtt a boszorkányok elérnék, de különböző módon lehetett a boszorkányoknak a haladását csökkenteni, általában mákot dobált, vagy gabonát dobált maga mögé a delikvens, és amíg a mákot fel nem nyalták a boszorkányok, vagy a gabona szemeket össze nem szedték, addig nem tudták folytatni az üldözést, és kétfajta, vagy többfajta védekezési mód is van még a boszorkányok ellen. Ha elér egy keresztútra, és ott egy kört húz maga köré az illető, akkor a boszorkányok nem tudnak hozzáférni, a körön belül nem tudnak lépni, megpróbálják onnan kizökkenteni, általában bika képébe vagy farkas képébe rohannak rá, de nagyon áhítatosan ott kell állni a kört közepén, hogy ne lépjen ki, mert akkor elkapják a boszorkányok. Hát ennyit a luca székéről, és ennyit a luca naphoz fűződő babonákról. Ami még a lucához, még egyet hozzá kell tennünk, hiszen a férj jóslás szempontjából még szintén jelentősége volt, hogyha az utolsó cédulát a pogácsából kibontották, a lányok, akik luca napkor rakták el, vagy készítették ezt a pogácsát, és akkor megtudhatták a hagyomány szerint, hogy milyen nevű lesz a férjük. Nagyon fontos nap a december 24-e estéje, tehát Karácsony Viliája, maga a karácsony 25-e, 26-a, utána 27-e, hiszen az meg János nap szintén nagyon jelentős. Ha még tovább megyünk, akkor december 28-a az aprószentek napja, megint jelentős ebből a szempontból. December 31-ével zárul most már az év, az pedig a közvetlenül kapcsolódik az új évhez, tehát az egy év utolsó, illetve a másik év következő napja, majd még meg kell emlékeznünk január 6-áról a vízkeresztről is. Menjünk sorra. Ha a Karácsony Viliáját nézzük, ez általában dologtiltó nap, tehát semmiféle munkát nem szabad végezni, az asszonyoknak nem szabad sem főzniük, sem mosniuk, sem szőniük, se takarítaniuk, tehát általános dolog tiltó nap, de ugyanígy vonatkozik a férfiakra is, hiszen azon kívül, hogy az állatoknak enni adtak, más munkát nem végezhettek, sem nem fúrhattak, sem nem faraghattak, sem nem seperhették föl az udvart, ami általában a paraszti háztartásokban minden ünnep alkalmával megtörtént, tehát igyekezni kellett, hogy még Karácsony Viliája előtti időszakban megtörténjenek ezek a dolgok, mert egyébként különböző rontásokat hozott a családnak a fejére, hogyha ezeket a tilalmakat nem tartották be. Ilyenkorra már elkészül az ünnepi vacsora, általában karácsony előtti napon, ez Ádám Éva nap egyébként. Ilyenkor nem szabadott semmit enni, ez egy böjt nap volt, és ha elvitték megszentelni az ételeket, utána fogyaszthattak bele, ugyanúgy, mint húsvét előtt, csak akkor egy hosszabb időszaknak a böjtje, ez egy rövidebb a karácsony előtti böjt. Egyébként ilyenkor összegyűlt, mint manapság, és Karácsony Viliájára összegyűlik a család, különösen a gyerekek jönnek haza, akik esetleg más településen laknak már,
így ez olyan családi ünnep, amikor muszáj, hogy a család összetartson, muszáj, hogy együtt töltsék az időszakot, és mivel ez egy évkezdő nap volt a korabeli naptár szerint, ugyanolyan cselekményeket kellett végezni, vagy ugyanolyan cselekmények tartoztak hozzá, mint a mostani szilveszter és új év közötti éjszakához. Az emberek ilyenkor általában éjfélig fent voltak, karácsony előtt a mise miatt voltak fent, új évkor pedig azért vannak, hogy ébren köszöntsék az új évet, a mostani új év szerint. Karácsony első másodnapja különösen gazdag dramatikus népszakásokban. Gondoljunk csak a betlehemezésre, gondoljunk a regölésre, vagy gondoljunk a csillagjárásra, ami egyébként január 6-ra tevődött át. De ez az időszak azért is kevert, hiszen a naptár reform miatt összetorlódtak, illetve elváltak egymástól különböző cselekmények. A naptár mást mutatott, ugyanakkor az emberekben megvolt a népszokás, amit megpróbáltak ötvözni. Azért érdekes még ez, hiszen a pogány vallásból származó cselekedetek is, például a fény, például a nappalok hosszabbodása, mind-mind a pogány szertartások szerint is megünnepelt esemény volt, és ezt a kereszténység is magába olvasztotta azért, hogy könnyebben sikerüljön neki a híveket megnyerni a saját ideológiájának. Ha tovább megyünk a karácsony másodnapjára, ami István nap, karácsony után következő első nap az János nap, nagyon fontos névnap köszöntők szempontjából. Hosszú-hosszú köszöntőket mondtak egymásnak az emberek, jártak kántálni egyik család a másikhoz, hiszen ilyenkor a falubélieknek volt idejük arra a téli időszak miatt, mivel nem dolgozhattak, egyébként sem volt mezőgazdasági munkára lehetőség, hogy tanyázásokkal, téli estézésekkel töltsék el az időt, és ilyenkor szép hosszú versekben kívántak mindenféle jókat a egyik ember a másiknak. Aprószentek napja azért fontos, mert az aprószenteki korbácsolásról bizonyára sokan hallottak, vagy suplikálásról, délvidéken korbácsolásnak, máshogy suplikálásnak is nevezik, amikor kis vessző nyalábbal járt például a kondás a családokhoz, aki őrizte a családnak a disznaját, megvesszőzte az asszonyoknak a lábát, megvesszőzték a gyerekeket azért, hogy egészségesek legyenek. Az asszony lábát azért vesszőzte meg a kondás, hogy sok kismalac szülessen, egészséges kismalac szülessen majd, és ilyenkor mindenféle ajándékokkal látták előtt. Ha a szülő a gyerekek lábát vesszőzte meg, és azt kívánta nekik, hogy egészségesek legyenek, ugyanakkor feltett egy olyan kérdést is, hogy hányan vannak az aprószentek, Dávid. És erre bizonyos választ kellett adni, mert ha nem azt a választ adták, ami a sarokban van, vagy 12, ezt kellett mondani, és ha nem ezt a választ adta, akkor addig verte, hát addig ütögette a lábát, míg ki nem találták, de ez egy olyan szertartás volt, amit érdemes volt eljátszaniuk a gyerekeknek is. Eljutottunk szilveszterig. Itt van az év vége, ami egy réginek a kidobását, a régi évnek, az új évnek az elmúlását, illetve az új év köszöntését jelentette. Ezt általában már az ókortól kezdve nagy zajjal, lármával sikerült intézni. Most is a szilveszter az elég lármás, gondoljunk arra, hogy Budapesten is, meg nagyobb vidéki városokban is hány ezeren kitódulnak az utcára éjfélkor, mikor az éjféli harangszó vagy az óraütés elhangzik, és ott ünneplik, vigadnak, dalolnak, énekelnek, kiabálnak, stb. Isznak, esznek. Tehát ez már az ókorig visszanyúlt, de egyébként a vidékünkre is jellemző a kongózás, ami szintén szilveszterkor történt, nagy zajjal, mindenféle üres lábasoknak az ütögetésével vonultak végig a falun, de ehhez az is hozzátartozott még, hogy ezzel kicsúfolták azokat az úgynevezett vénlányokat, akik abban az évben nem mentek férhez, és ez a kongózás vagy nagy zajkeltés különösen ezeknek a lányoknak az ablak előtt öltött nagyobb méretet.
január 6-a. Ez a Miklós december 6-a és január 6-a közötti téli időszaknak a záró eseménye. Ennek a sok-sok vallási, népszokásbeli ünnepnek, dramatikus színjátszásnak a záró eseménye. Különösen katolikusoknál volt meg az a szokás, hogy a Boldizsár napján, tehát ez január 6-a, három király járásra emlékezve a papok végigjárták a település lakóházait, és vagy a háznak az ajtófélfájára, vagy az istállónak az ajtófélfájára írták föl a GMB, tehát Gáspár Menyhért Boldizsár nevet, és elé az, meg utána az évszámot, például 2015, tehát 2015. És megszentelték a házat, megszentelték az istállót azért, hogy az ott lakókat semmiféle veszély ne fenyegesse, semmiféle kár ne érje, sem az embereket, sem az állatokat. Ilyenkor volt szokásban a csillagjárás is, különös a mi vidékünkön, Nyíradonyban gyűjtöttek fel nagyon érdekes és látványos csillagjárási módszert, ami azt jelentette, hogy hárman, négyen fehér angyal ruhába öltözve járták végig a házakat, kirúgatható csillagot készítettek, tehát így összenyomták, akkor úgy kiment a csillag a végén, meg visszajött. Azt sokszor gyertyát raktak a csillagba, hogy áttetszen, tehát egy fényes csillag legyen, és így köszöntötték a háznak a lakóit, és ezért kaptak különféle kisebb-nagyobb ajándékokat is. Mazák Katalin ma is megismertett velünk egy olyan kezelési formát, amivel szebbek, fiatalabbak lehetünk. A mai kezelés mit ad nekünk? A mai kezelés zsíros bőrűeknek állítottam össze. A zsíros bőröknél nagyon sokszor probléma az, hogy fényesen csillog, illetve a miteszerek felszíne, amikor elszíneződik a levegő szennyeződésétől. Tehát amikor látjuk azokat a sötétebb kis pöttyöket az orr, leginkább orr, homlok, illetve ár területén, az legtöbbször zavarni szokta a vendégeket. De hogyha szeretnénk elkerülni a mechanikus tisztítást, tehát a klasszikus arckezeléseket, akkor köztes időszakban, illetve, hogyha kúraszerűen alkalmazzuk helyette, tudjuk a csiszolással kontrollálni ezt az állapotot, és hogyha átcsiszoljuk ezt a felületi részt, akkor egy nagyon szép, egyenletes bőrképet kapunk. Sokkal tisztábbnak tűnik az egész bőr ezáltal. Kevésbé fájdalmas, mint egy mechanikus tisztítás, de ha jól veszem ki, akkor mégsem helyettesíti. Azért nem helyettesíti, mert ugye a miteszerek, illetve a pattanások mélyebben gyökereznek, de hogyha kúraszerűen alkalmazzuk, mivel megújítjuk, meggyorsítjuk a bőr megújulását, ezáltal felgyorsítjuk ezt a folyamatot, és letisztul a felszín. És ezért ritkábban kell tisztítanunk az arckezelést alkalmaznunk. Milyen gyakran lehet ezt ismételni? Kúraszerűen alkalmazva heti rendszerességgel, illetve havonta egy-két alkalommal érdemes zsíros bőröknél ezt a kezelést alkalmazni, és akkor jócskán ki tudjuk, akár negyed évente, fél évente is elég egy-egy klasszikus arckezelést beiktatnunk a havi alkalmak helyett. A kúraszerűen az mit jelent, hogy minden héten kétszer-háromszor? A kúraszerűen az azt jelenti, hogy egy héten egyszer maximum, és 4-5 alkalmat egymás után. És ezzel mit tudunk elérni? Tehát, ha valakinek még pattanásosabb, még problémásabb a bőre, neki érdemesebb először ilyen kúraszerűen kezdeni? Úgy van. Azt fogjuk elérni vele, hogy szépen letisztul a bőrkép, lecsökken a fagyú termelés, és otthonápoló szerekkel kiegészítve szépen normalizálni tudjuk a fagyú termelését, és egy sokkal szebb, egységesebb bőrképet, kevésbé tágult pórusokat fog látni a tükörben. Otthonápolás, tehát ha valaki kap egy ilyen kezelést, akkor mi a teendője otthon? Otthonápolásnál legalább a letisztítás, tonizálás, krémezés,
hármas lépést célszerű megcsinálni reggel és este, illetve fényvédő alkalmazása a nappali időszakban. Még ilyen téli időszakban is? Még a téli időszakban is érdemes, igen, legalább egy 20-as faktorral. Ki az, akinek nem ajánljuk ezt a kezelést? Természetesen, hogyha bőrbetegségekről van szó, abban az esetben ez a kezelés nem alkalmazható. Amikor megérkezik a vendég, előzetesen egy bőrdiagnózist végzek, és azt követően, látva az állapotát, tudom eldönteni, hogy az adott esetben alkalmazható ez a kezelés, vagy van kizáró ok. És egyébként ennek a kezelésnek az erőssége állítható? Úgy van, állítható egyrészt a vákum ereje is, ugyanis a készülék, ahogy a kezelőfejet rá teszem a bőrfelületre, így a bőrrel érintkezve képződik egy vákum, és ennek az ereje állítható, illetve a kristályoknak a mennyisége is, amennyi beáramlik ilyenkor. Van-e még valami különös dolog, amire figyelni kell a vendégeknek? Arra nagyon kell figyelni, hogy a fényvédő nappali alkalmazása mellett a nap sugárzást kerülniük kell. Tehát síelés időszakában, ha valaki tervez síelést, az kerülendő. Úgy szintén, ha nyaralást és napozni szeretne a vendég, akkor abban az időszakban szintén nem ajánlható. És szolárium használatát, illetve napozást mellőzzük a kezelés időtartama alatt, illetve az utolsó kezelést követő egy hónapon belül. Meglátogattunk egy újféle sóterápiás eljárást. Itt a megfázásos időszak. Mit lehet tenni, hogyha valaki szeretné elkerülni a nagyon megfázós, taknyos időszakot, mondjuk szedi a C-vitamint, és az önök terápiája hogyan tud neki segíteni? A legfontosabb az, hogy egy megfázásos időszakban ugye a letapadt nyálkot ő nehéz felköhögnie a betegeknek, valamint ugye ez felelős a gyulladásért. És ugye a terápia ezt oldja fel a szervezetből természetes úton. És nagyon fontos az, hogy egy beiskolázási, valamint óvoda kezdési szezonban a gyermekek nagyon fontos, hogy a közösséget hogy vészelnek át. És a terápia hatása miatt ő nagy valószínűséggel betegség nélkül tudják átvészelni a gyermekek. Elkerülik ezek az alsó-felső légúti problémák ők. Hogyan történik a kezelés? El kell hozni a gyereket, itt marad vele a szülő, vagy a gyerekekkel foglalkozik valaki? 10 éves korig ugye szülőnek bennként lenni. Elérkezik hozzánk, ugye ingyenes kezelés az első, ugye itt kipróbálják a közeget, megismerik, és amennyiben szimpatikus a dolog, akkor kitöltenek egy kérdőívet, valamint adunk nekik egy olyan lapot, amivel a szakorvoshoz vagy házi orvoshoz el kell menni, és azt kitöltve érkeznek vissza hozzánk. Ez azért fontos, hogyha egy akut gyulladás van a szervezetben, akkor ezt ki tudjuk szűrni az orvosok segítségével, és nem fog belobbanni a szervezet a terápia hatására. Tehát azért vannak ellenjavallatok, amit mindenképp be kell tartani a terápiának. Mi a tapasztalat? Az orvosok hogyan állnak hozzá ehhez az új terápiához? Nagyon komoly szakmai előmunka előzi meg az egészet. Nagyon komoly kutatásorozat folyik az országban ezzel kapcsolatban, és ugye a szakorvosok már nagyon sok fórumon találkoztak különböző szakmai találkozókon találkoztak van a terápiával, és nagyon-nagyon befogadóak voltak. Amellett, hogy szedünk C-vitamint, és próbáljuk erősíteni az immunrendszerünket, ilyenkor, ha már benne vagyunk a megfázásdiba, előbb menjünk el orvoshoz, és szedjük a gyógyszert, vagy gyógyszer helyett használjuk ezt a terápiát? Ezt mindenki maga dönti el. Semmiképp nem javaslom, hogy hagyják el a gyógyszeres kezelést. Ugye mi egy kiegészítő terápia vagyunk, tehát mindenképp ugye a gyógyszer megléte mellett kezelődjenek nálunk a betegek. Ő szakorvos itt is a véleményét kikéri majd a beteg a orvosainak, és ugye elmondják, hogy ez hogy lehet együtt szépen, eredményesen használni a terápiát. Tehát ha az orvos gyógyszert ír, be kell szedni, ha azt mondja, hogy nem kell gyógyszer, csak vitaminok, akkor... Persze, ezt nem mi döntjük el, mi egy lehetőséget adunk az embereknek, és ők döntik el, hogy melyik mellett maradnak, és melyiket használják. Van-e, akinek nem ajánlott ez a kezelés? Természetesen vannak ugye ellenjavallataink, amivel a szakorvosaink, házi orvosaink tisztában vannak, és ugye ők ennek alapján végzik el majd a
vizsgálatokat, és mindenképp ugye erre felhívják meg a figyelmet a betegeknek. Nagyon kevés az, ami igazából itt szóba jöhet, akut gyulladások például, ami miatt nem javasolt a terápiákat használni. Van önöknek kifejezetten olyan szakorvos, akihez elküldik az érdeklődőt, vagy pedig bemegy a kórházba, és ott már a szakorvos megmondja, hogy jöhet önökhöz, vagy nem? A megyében, Nyíregyházán ő nagyon sok partnerorvosunk van, akihez már el lehet menni, akik tudnak a terápiáról. Természetesen ugye folyamatosan építjük ki azt a rendszert, de legpraktikusabb, hogyha már egy olyan orvoshoz mennek a betegeink, akik tudnak mindent ezzel kapcsolatban. Tehát ha valakinek biztos tipp kell, akkor tudnak benne segíteni, van, hogy itt a lista, hozzá ők lehet. Így van, ők felkészültek, mindenről tudnak, és ebben tudnak segíteni a betegeinknek. Ennyi fért mai műsorunkba, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Kívánok mindannyiunknak békés, boldog karácsonyt és nagyon sikeres új esztendőt. S találkozunk jövőre is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra. A viszontlátásra!